időben felismerte a kormány a migráció veszélyét, erről is beszéltek a Fidesz politikusai a Békés Csabai Lakossági Fórumon. 300 millióból újult meg a társadalombiztosítás épülete, 21. századi körülmények között várják az ügyfeleket Békés Csabán. Vadászat két szárnyon, nemzetközi solymász találkozó Dévaványán. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A kormány időben felismerte a migráció veszélyét, mondta a Fidesz Békés megyei első választókerületének elnöke. Hanó Miklós az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkárral, Rákosi Balázzsal közösen tartott sajtótájékoztatót a soros tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációról. Ezt követően a politikusok lakossági fórumot tartottak a Csabagyöngye Kulturális Központban. A biztonságunkkal megy szembe az a migrációs politika, amit Brüsszel akar, hangsúlyozta Rákosi Balázs Békés Csabán. Az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár szerint az Európai Unió védelmi rendszere nem működött az illegális bevándorlókkal szemben. Ezért épült Magyarországon a déli határa kerítés, amely veszélyben van a brüsszeli migrációs politika miatt. Azt szeretnénk, hogyha Magyarország megőrizni azt az erőt jelentő tényezőt, hogy saját magunk tudjuk meghatározni azt, hogy kik azok, akik bejönnek Magyarországra, kik azok, akik velünk együtt élnek, természetesen azok, akik elfogadják azokat az együttélésnek azokat a szabályait, amit mi saját magunkra is kötelezőnek tartunk, és bízom abban, hogy ez sikeres lesz, és minél több nemzeti konzultációs ívet fogunk visszakapni. Hanó Miklós választókerületi elnök a fórumon kitért arra, hogy véleménye szerint nem hagyhatjuk, hogy azt a földet, amit őseink vérrel és verítékkel megvédtek, és ránk hagyták, mások bitorolják. Orbán Viktor miniszterelnök úr és kormánya időben felismerte a migráció veszélyét, és megtette azokat a lépéseket, amit először az Európai Unióban is, de másutt is elég kritikusan bíráltak. Most pedig mit lehet látni? Egyes országokban a választásoknál azoknak van előnye, aki a migráció ellen lép föl. Tehát igazolult. A fórumon Rákosi Balázs kiemelte, a Fidesz kíváncsi az emberek véleményére, mert itt tudja a kormány képviselni Brüsszelben a magyar emberek véleményét. Hozzátette, ezért is fontos, hogy minél többen visszaküldjék a kérdőíveket postai vagy elektronikus úton. Idáig már közel 300 ezeren küldték vissza a kérdőíveket, tájékoztatott a politikus. Komplex energetikai programot valósít meg Békés Csaba a Modern Városok program segítségével. A fejlesztés részleteiről és az ehhez elnyert támogatásról a város polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön. Az este 5 órakor kezdődött esemény helyszínéről kollégánk Szabó Rita tudósít. Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Békés Csaba város polgármestere, hogy a Modern Városok program részeként újabb fejlesztési forrást hagyott jóvá a kormány a település számára. Polgármester úr, mit lehet tudni a fejlesztések részleteiről? Örömmel olvastuk a kormány határozatot, amely támogatja több mint 15 milliárd forint hazai kormányzati forrással Békés Csaba komplex energetikai programját. A jó előkészítő munka után megszületett ez a sok örömet okozó kormányhatározat. 4 fontos eleme van a komplex energetikai programnak. Egy naperőmű rendszer, amely tároló rendszerrel kiegészítve fog majd kiépülni. Egy geotermikus hőenergia hasznosítását célzó technológia megépítését, egy elektromos busz hálózat kiépítését célzó fejlesztés a harmadik, a negyedik pedig egy intelligens közvilágítási és közterületi rendszer kiépítését célozza. És hát a mostani kormányhatározatot követően folytatjuk az egyeztetést majd a illetékes minisztériummal, és folytatódnak az előkészítő szakértői tárgyalások. Miért fontosak ezek a fejlesztések a város számára? Amikor a gondolat létrejön, akkor az volt a legfontosabb elv a városvezetésnek, hogy a város energiaköltségét, a város energiafelhasználását célszerű csökkenteni, és ezekkel a technológiai megoldásokkal, amelyek valóban rendkívül korszerűek és modernek, ezt tudjuk elérni. Emellett pedig, ha azt az alapelvet is elfogadjuk, hogy minden intézkedéssel célszerű védenünk a környezetünket, akkor ez ennek az elvnek is megfelel, és lényegében az egész város jól fog járni majd ezzel a komplex energetikai fejlesztéssel.
Mint megtudtuk, a kormányhatározatnak köszönhetően várhatóan 2019 végig Békés Csaba városa teljesen megújul energiagazdálkodás tekintetében. Köszönjük szépen, további fejlesztésről szóló hírrel folytatjuk. Csütörtökön hivatalosan is átadták a felújított Békés Csabai TB épületét, amely egy része egy 1,2 milliárd forintos pályázatnak. A projekt a kormányhivatal 10 Békés megyei épületének energetikai felújítását célozta meg. A Luther és a Kistabán utca sarkán található az az épület, amely több mint 300 millió forintból újult fel. A 8 hónapon át tartó rekonstrukciónak köszönhetően kicserélték a nyílászárókat, valamint napelemeket telepítettek az épület tetejére. Dr. Takács Árpád kormány megbízott az átadó ünnepségen hangsúlyozta, azért fontosak ezek a beruházások, mert a kormány számára kiemelt feladatokat végeznek a TB épületében is. Azt látjuk, hogy ebben az épületben is megváltozott minden. Hiszen ma már egy olyan munka folyik, amely a kormányzat számára elsőrangú prioritás. Hiszen olyan dolgok dőlnek el itt, amely a kormányzat szempontjából nagyon fontos, felsorolni is nehéz, de a csecsemőgondozási díjtól a nyugdíj kérdésekig, egészségbiztosítási kérdések, fogyatékosokkal való kapcsolatadás. A nyertes pályázat főként a villamos, valamint a gázenergia megtakarítását segíti. A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy az energiatudatosság mellett nagyon fontos volt, hogy 21. századi körülményeket teremtsenek az itt dolgozóknak és az ügyfeleknek. 60%-os és 40%-os villamosenergia és gázenergia megtakarítás van. Ha csak pusztán a számokat nézzük, ez is azt bizonyítja, hogy jó beruházások születtek, jó elképzelések valósultak meg. És hát mi, akik ide járunk ügyet intézni, nekünk sem mindegy, hogy milyen körülmények várnak minket, amellett, hogy a hivatalnokok hozzáállása is pozitívvá vált, és szerintem mindent megtesznek, hogy az ügyeket minél zökkenőmentesebben intézzék. Palik Hetelka helyettes államtitkár az átadó ünnepségen kiemelte, hogy a kormányhivatal épületek negyede már megújult a közelmúltban. Én azt gondolom, hogy a társadalmi hasznossága feltétlenül kimutatható. A másik nagyon-nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy az állam jó gazda, és itt meg tudtam mutatni, hogy az állam jó gazda, hiszen a 100%-ból 25%-ot a 4 év alatt már teljesített, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a középületeket megújítsa. A helyettes államtitkár hozzátette, hogy a kormány a közeljövőben energetikai és feladatellátási szempontból is megreformálja az állami gazgatási épületeket. Középiskolások lepték el a Csaba Parkot. A pályaválasztási vásár utolsó napján az ifjúságé volt a főszerep, ugyanis zömében ők szemezgettek az iskolai, szakmai és munkáltatói kínálatból. Látványos bemutatókkal folytatódott a pályaválasztási vásár második napja a Csaba Parkban. Sok fiatal látogatott el a rendezvényre, akik kedvükre válogathattak az iskolák és a szakmák között. Volt olyan diák, akinek már most határozott elképzelései vannak a jövőjét illetően. Informatika tagozatra mennék, és a technikusra szeretnék egy szoftverfejlesztőt, vagy egy rendszerüzemeltetőt. Sok érdekességgel készültek a kiállítók. A rendezvényre az innovatív munkáltatók is ellátogattak, akik különböző különlegességekkel is készültek. A Dévaványai Liker Motor Kft. Is egyazon innovatív munkáltatók közül, akik jelen voltak a vásáron. A cég egyik munkatársa elmondta, mitől is másabb az ő munkahelyük. Szerintem az innováció nálunk a fejlesztéssel jött be. Lassan már 3 év van nálunk fejlesztés. Saját aszinkromotorokat gyártunk, ami Magyarországon most már egyedülálló. A hon és rendvédelmi szervek is képviseltették magukat a rendezvényen. A rendőrség a határvadászképzés lehetőségeit ismertette. Békés megyében is folyamatos az érdeklődés a határvadászképzés iránt. Itt a Békés Csabai Csaba Parkban is megrendezett pályaválasztási vásárban várja a rendőrség toborzó csoportja a határvadászképzés iránt érdeklődőket. A program második napján már némi visszajelzést is kapott az iparkamara. Árult el híradónknak a szakképzési osztályvezető. Egyelőre nagyon jók a benyomásaink, és azt kaptuk, amit terveztünk, tehát mi egy hangulatot szerettünk volna a gyerekeknek átadni, hogy hogyan lehetsz boldog és sikeres a jövőben,
ehhez hoztunk olyan marketing eszközöket, táncosokat, a hóbagjunkat, a filmünket és rengeteg ajándékot. A szervezők elmondták, októbertől decemberig kiemelt időszakról van szó pályaválasztás tekintetében, ezért a vásáron túl még üzemlátogatást is szerveznek az érintetteknek. Ettől az évtől kezdődően pályaorientációs célra használhatnak egy tanítás nélküli munkanapot az oktatási intézmények. A lencsési általános iskola és alapfokú művészeti iskolában is éltek ezzel a lehetőséggel. Pályaorientációs nap alkalmából rajzpályázatot is hirdetett az iskola az alsó tagozatosoknak, Mi leszek, ha nagy leszek címmel. Azért rajzoltam állatorvos, mert én azt szeretnék lenni, ha nagy leszek. Azért rajzoltam ezt a csomagköltő szolgálatos autót, mert azt szeretnék lenni, ha nagy leszek. Míg sokan elképzeléseiket vetették papírra, néhányan azt élvezték, hogy aznap nem kellett tanulniuk. Tornáztunk lent az aulába, papírrepülőt csináltunk, házakat hajtogattunk papírból. Ezen a napon a 7.-8. osztályos diákok a Csaba Parkban megrendezett pályaválasztási vásárra mentek, addig a kisebbek az iskolában ismerkedtek a különböző foglalkozásokkal. A programokat úgy állították össze, hogy a tanulók megtalálják benne az életkoruknak megfelelő tevékenységeket. Életpálya építésről beszélhetünk az ő esetükben, olyan tevékenységeket kínálunk számukra, amelyben kipróbálhatják képességeiket, fejlődhet a együttműködési képességük, a kommunikációs képességük, a kézügyességük, és természetesen az értelmi fejlődéshez is hozzájárulnak ezek a tevékenységek. Az intézmény vezető szerint ez egy jó kezdeményezés, és jövőre is szeretnék megszervezni. Felső tagozatos gyerekek egy-egy osztály választott egy-egy foglalkozást, egy-egy tevékenységet, annak megfelelő öltözékben jött ma iskolába, ezeket a tantermeikben ők meg is mutatták ezeket a tevékenységeket, és hát Békés Csaba lévén elengedhetetlen, hogy az egyik osztályunk ne készítsen külön csabai kolbászt. A délelőtt zárásaként az elkészített papírrepülőket egyszerre repítették le az iskola aulájába. A Natura Hungarica Alapítvány szervezett négy napos nemzetközi baráti solymász találkozót Dévaványán. Az eseményre Finnországtól kezdve Németországon át Szerbiáig 7 országból és hazánkból érkeztek solymászok. Héjákkal, vándorsólymokkal, de még szirtisasokkal is vadásznak. A cél az, hogy éles helyzetben is kipróbálják a ragadozó madarakat. Vándorsólymokkal, héjákkal és szirtisasokkal, valamint gazdáikkal telt meg szerdán a Dévaványai Múzeum, ahol egy solymászattal kapcsolatos kiállítást is megnyitottak. Az eseményen mind a település polgármestere, Valánszky Róbert, mind a Dévaványai Vadásztársaság elnöke, Illin József kiemelte, hogy a természetvédelmi területeken fontos a fenntartható gazdálkodás, amelynek része a ragadozó madarakkal történő vadászat. 2003 óta van olyan év, amikor 4-5-ször is vannak nálunk solymászok, de általában évente megjelennek. Ilyenkor általában az a 50-60 darab fácán és az a 10-15 darab nyulat szokták megfogni, úgymond a madarakkal. Hát ebbe persze benne van a sas is, és benne van a sólyom is, a kisebb madarak. És ez a solymászok részére is egy elfogadható és jó vadászati lehetőség. Az egyik legősibb formában vadásznak a héten a Dévaványai Vadásztársaság Natura 2000-es területein. A ragadozó madarak elsősorban az apróvad, fácán és mezei nyúl állományt ritkítják, ugyanakkor a szirtisasok alkalmanként rókát és üzeket is elejthetnek. Cifrák Gábor solymász szerint a solymászat egy életforma. Minden madárral külön kell foglalkozni, minden madár napi repítést igényel. Ezekkel a madarakkal kerülünk, ezekkel fekszünk, természetesen ez hobbi szinten, mert már hivatásos solymászok nincsenek. Hát a solymászat alapvetően egy ősi vadászati mód, ami azt jelenti, hogy nem egy zsákmánycentrikus vadászatról van szó, sokkal nagyobb eséllyel vadnak a madárral szembe, de egy nagyon látványos, egy nagyon szép vadászati módról van szó. A solymászatot amellett, hogy hungarikum, az UNESCO is védett szellemi kulturális örökségén nyilvánította, ezért fontos, hogy minél többen ápolják ezt a vadászati formát. Ebben segíthetnek az ilyen jellegű baráti találkozók a vadászok szerint.
A kezemben egy 3 éves hímvándor sólyom van. Ő az egyike annak a közel 30 madárnak, akikkel most itt vadásznak, hiszen 7 országból 20 sólymász érkezett Dévaványára. Zembori Eszter tudósította a 7.tv híradóját Dévaványáról. Sporttal folytatjuk. Magabiztos győzelemmel folytatta a bajnokságot a Linamár Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület csapata. Alberto Salomoni a fiatal játékosait is bevetette az összecsapáson, csapata pedig 1 óra alatt 3-0-ás diadalt aratott a Budaörssel szemben. A kék-fehérben pályára lépő csabai lányok határozottan kezdték a találkozót, és pillanatok alatt 11-4-es előnyt harcoltak ki. A különbség nem csökkent a folytatásban sem, a bajnoki címvédő bő negyed óra alatt 25-7-re nyerte az első szettet. A második felvonásban is a csabaiak akarata érvényesült, a pirosmezes vendégeknek csak felvillanásaik voltak. Alberto Salomoni vezetőedző minden játszmában lehetőséget adott a fiataloknak, így Petrenko Brigitta, Szedmák Réka és Glembocki Zóra is pályára léphetett. A házigazda 25-11-jel alakította 2-0-ra az eredményt. A harmadik periódusban is a nagy kedvel játszó hazaiak voltak fölényben, és látványos megoldásokkal szórakoztatták a közönséget. A csabaiak montenegrói játékosak, Xenia Ivanovics például egy ízben lábbal mentett egy elveszettnek hit labdát. A BRS-e magabiztosan játszott, és 1 óra alatt gyűjtötte be a 3-0-ás győzelmet. Ez tipikusan olyan mérkőzés volt, ahol minden játékosnak lehetőséget tudtam adni. Az nagyon fontos, hogy a fiatalok tapasztalatot szerezzenek. Természetesen úgy alakítottam, hogy a kezdőhatossal nyitottunk, majd a fiatalabb játékosok voltak fent a szettek befejezésénél. Azt kell mondanom, hogy mindhárom játszmában nagyon jól teljesítettünk, értékelt a BRS-e olasz vezetőedzője. Bodnár Dorottya, a csabaiak centeres, sikeres mérkőzéssel tért vissza a pályára térdoperációját követően. Nagyon vártam, már ez volt az egyik ilyen vágyam, hogy végre pályán lehessek és üthessem a labdát, és újra a csapattal legyek, edzéseken már elkezdtem, és ez volt az első mérkőzés, amin részt vettem, így beálltam a pályán, és nagyon jó érzés volt, főleg ahogy a lelátón a nézők üdvözöltek, hogy újra itt vagyok. A címvédő 3 mérkőzés után is 100%-os mérleggel áll a bajnokság alapszakaszában. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!